Takarítós vlog következik. Nem így terveztem a napot. Kittikém csúnyán lebetegedett, és én sem vagyok az igazi. De itt ma valakinek hősnek kell lenni. Kezdjünk is bele, mert csúnyán le vagyok maradva. És amíg gyorsan rendet rakok, szeretnék a kommentre reagálni. Van-e tippem ahhoz, hogyha valaki lustának érzi magát a takarításhoz? És hogy lehet ilyenkor lendületet kapni? Hát szerintem, ha nincs elég energiát hozzá, inkább feküdj le aludni. Ezt most teljesen komolyan mondom. Vannak olyan napok, amikor a semmi is nehezen megy. Ezeken a napokon a takarítást el kell engedni. Majd megcsinálod, amikor nem vagy fáradt, fele annyi idő alatt. Ha pedig még sincs erre lehetőséged, mert ki van számolva az időt. El kell kezdeni a legegyszerűbb feladattal, és túl kell tolni a holdponton. Engem is hívogatott ma az ágy, és a feladataim 1%-ánál tartok. Meglátjuk, mire fogok jutni. De ha más nem, legalább a konyhánál elkezdtem. Nyilván tökre nyögvenyelős a nap, és nem mennek jól a dolgok. Egy külön minden apróságon fölidegesítem magam. Ilyenkor nagy levegő, és toljuk tovább. Úgy is megérzed, ha elérkeztél a holdponthoz, csak addig kell kitartanod. Nézzük egy kicsit más szemszögből. Ha az egész takarítási feladatot 100%-nak veszem, a holdpont meg valahol a 40%-nál lesz, akkor célnak csak a 40%-ot tűztem ki. Nem riaszt el a 100% nagysága, és mindjárt kevesebbnek érzem a feladatot. Ha pedig esetleg nem sikerült megugrani a nagy takarítást, nem dől össze a világ. Közben lecsekkolom a kis betegemet, küzdünk egy kis lázzal, és az étel sem maradt bent, de most megkívánt egy mandarin. Hát nem a legjobb választás, de próbáljuk meg. Azért pótolgatjuk a folyadékot. Ott tartottam, hogy nem dől össze a világ, ha nem sikerül kitakarítani. És biztosan állíthatom, hogy a legnagyobb elvárásokat önmagunkkal szemben támasztjuk. Hopp, itt majdnem annyi lett az orromnak, amire egyébként a műtét óta úgy vigyázok, mint a kis angyal. Múlt héten kontrollon is jártam, és állítólag nagyon be van még dagadva. Na figyeljetek, mert túltoltam a holdpontot, csak előtte egy gyors pisi szünet. A konyhatakarításnál rájöttem, hogy nagyon retkesek a székek, úgyhogy ha már elővettem ez a porszívót, gyorsan átszaladok a nappalin. Szóval én nem törlöm, hanem szívom a port, így nem jut vissza a levegőbe. Ups. Remélem, ezt a kontrollárpakit nem fogják látni a fiúk. Ha esetleg valami baja lett, nehéz lesz letagadni, hogy én voltam. Tengerre egyébként Pixi is összehányta a szőnyegeket, és az ágyát is ki kellett mosnom. Oda nézzetek, hogy felpörögtem. Na, de nézzük is a székeket. Fix, hogy itt egy fél kiló kenyér lesz lemorzsolódva. Kicsit elkeserítő, hogy még csak a nappali felénél tartok. De inkább úgy tekintek rá, hogy a konyhát és étkezőt is letudtam. Ezt a szobrot át kellene cipelnem a zuhanyzóba, mert már a portalanítás sem segít rajta. De ne rugaszkodjunk el, és vigyük végig a folyamatot. Mert ha bemegyek a fürdőszobába, tuti ott is elkezdek takarítani. Akkor meg minden félbe fog maradni, és az a gondolat fog feszíteni. Szándékosan kevés a csetresz a házban, de nézzétek meg így is, mennyit kell molyolnom bele. Nagy segítség, hogy ilyen profi porszívom van. Szerintem elég jól leredukálom a folyamatokat. Gyors kitticsek, megnézem, mire jutott a mandarinnal. Fogalmazunk úgy, hogy semmire, és mérjünk egy lázat. Jelen esetben az egyetlen dolog a lelki támasz. Kis szeretgetés és szellőztetés következett. A bénázásommal sikerült egy kis mosolyt csalnom az arcára, amikor leborítottam a családot. Ha már előkerült a porszívó, jöhetnek a szőnyegek, a végtelenségbe és tovább. Gyanítom, hogy az algoritmus nem fogja szeretni ezt a hosszú videót, úgyhogy megköszönöm a lájkot. Remélem, már mindenki bekészítette a popcorn, mert megérkeztünk a hálószobába. Itt kénytelen leszek felmosni, ha leszeretném rakni a szőnyegeket, már pedig nagyon leszeretném. Jöhet egy rögtönzött unboxing, mert már tudja, hogy kiszúrtátok az ajtóban lévő dobozt. Ha már egy ilyen szőnyegem a folyosón, és annyira kellemes a tapintása, hogy a hálóba és a gardróbomba is vettem belőle. Jó, hát én ilyen ibi-gyobi vagyok. Tökre boldogát ez egy szőnyeg. A színválasztás miatt át fogjuk egy kicsit dizájnolni a hálót, de nem ma. Mehetünk a gardróbba is. Én kérek elnézést a hadi állapotért, hát, szólag azért rend van. Így a felmosást és porszívózást itt is kipipálhatom. Szerintem ez egy varázsszőnyeg volt. Még arra is rávett, amit nem is akartam. Menet közben egyébként a második aksit cserélem a porszívón. A szárítógébe is átpakoltam Pixi cuccait, úgyhogy lassan mehetünk beágyazni neki. Szerencsére nem sértődött meg azon, hogy addig a kanapén kell aludjon. A matrac betuszkolást inkább hagyjuk, nem akarok róla beszélni. A hajamban hátul egyébként ilyen baba haj felfogó van. Mivel a sok hajolgatástól elkezdett sajogni az orrom, és a derekam is nagyon fáj, technikai szünetet tartottam. Kár volt leülnöm, mert a takarítást nem folytattam aznap tovább. A fiúk is megérkeztek, és Kitt is kedvet kapott egy kis ebédhez. Egy kenyeret azért megsütöttem. Írjátok meg kommentben, jöhet-e a következő napi takarítás.